Égnek keresztik a lufikat a gyerekek a Néri Szent Fülöp katolikus általános iskola udvarán Pécsen. Utána jégkrémet kapnak, amivel egy rekordkísérlethez csatlakoznak. Az országos Rotary jótékonysági program része a pécsi akció. Egy kicsit előre hoztuk a gyermeknapot. 26-ára a mai napon a Rotary országos akció keretében körülbelül 30 ezer gyermeknek juttattunk ingyenes jégkrémet. Mi úgy gondoltuk, hogy ez akkora nagy mennyiség és akkora nagy szám, hogy egy rekord kísérletet is folytatunk, aminek az a lényege, hogy pontosan egy órakor az országban 30 ezer gyermek nyalja a jégkrémet. Az ország 50 iskolájába, gyermekintézményébe vittek ugyanígy jégkrémet a Guinness rekord kísérlethez. Ezek közül az egyik volt a pécsi iskola, akikkel régóta kapcsolatban van a szervezet. A Rotary klubbal már több éve kapcsolatban áll az intézményünk, így az advent kapcsán több éve a hátrányos helyzetű tanulóink közül olykor egy, de van amikor két tanulót is 100 ezer forinttal jutalmaznak. Ezáltal van egy régi kapcsolatunk, illetve akkor most megkerestek bennünket, hogy vegyünk részt ebbe a Guinness rekordba. Ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, mivel iskolánk 10 éves egyházi fenntartású, pont ma ünnepeljük, ma van az első napja, úgyhogy ezzel az ünnepléssel, jubileum ünnepségben egybe tudtuk kötni ezt az egész programot. Pécset egy időben 4 helyszínen adományoztak 1800 jégkrémet a gyerekeknek. A Néri Szent Fülöp katolikus általános iskolában 117 gyermek és 19 pedagógus vett részt az akcióban.